Már a reggeli órákban sokan érkeztek a fehérvári strandra, hogy a hét egyik legmelegebb napját a medencék közelében vagy fürdéssel töltsék. Nyitásra jöttünk, mert én fehérvári vagyok, de a kisunokám győri, és elhoztam nyaralni. És akkor úgy gondoltuk, hogy ma kijövünk ide jó korán, mert nagyon meleg lesz. Úgyhogy itt most jól érezzük magunkat nagyon. A gyerekek nem a hosszú alvásról híresek, ők már azért 6-kor fönn vannak, rendezik a dolgokat, segítenek a kutyázásban, úgyhogy, de igen, egyébként igyekeztünk korán jönni, meg azt árnyas helyet is találni, itt nagyon segítőkészek voltak, mondták, hogy hova tegyük, ahogy megy a nap, azért itt marad egy kis árnyék is. Volt, aki nem tervezte egész naposra a strandolást, pont a nagy meleg miatt. Ez a 9 óra és 1 óra az, ami tökéletes, meg hát utána azért elég sokan vannak. Úgyhogy meg ilyenkor, mert azért délután már nagyon nagy a hőség, azért a napon azért az mások. A fehérvári strandon napozásra, úszásra, csúszdázásra is van lehetősége a látogatóknak. Egy-egy ilyen nagyon meleg napon teltházzal, bővített nyitvatartással üzemel a létesítmény. 1400-1600 fővel dolgozunk és üzemelünk ilyen esetekben. Reggel 8-tól este 8-ig tartunk nyitva a hőségriadó miatt. Élményelemeinket, a csúszdákat, a sodrófolyosónkat, gyermekpancsolót és játszóteret tudnak használni, és a télen használatos sátormedencénknek az oldalfalait ebben az esetben kibontottuk, csak a tetőszerkezetet hagytuk érintetlenül, hogy ezzel is a vendégeknek egy kicsit kedveskedjünk azzal, hogy az erős UV-sugárzás miatt esetleg el tudjanak vonulni árnyékban. A hőségriadó szombatig tart, az igen magas hőmérsékletet nehéz elviselni. Az egyik legjobb lehetőség a felfrissülésre a fürdőzés, strandolás.